Hello adminkák, főadmin vagyok, és nagyon-nagyon régen volt már legutoljára a quiz videó, és éppen úgy döntöttem, hogy éppen ideje lesz most már egy újat létrehozni. A banda pedig, akit választottam, az egy olyan banda, akit már többen is kértetek, hogy legyen róluk quiz, szóval a mai videóban megtudhatjátok, ki lenne a párotok, vagy legjobb barátotok, a Seventeenből. A kvíz kitöltése nagyon egyszerű lesz, igazából annyira egyszerű, hogy már ki is töltöttétek tulajdonképpen. Most lehet, hogy nagyot néztek, mert ugyebár semmit nem tettetek, de igazából maga az év, amiben megszülettetek, az már meg is határozta azt, hogy ki is lenne a párotok a Seventeenből. Vagyis mindenki tudja szerintem, hogy melyik évben született, még aki fiatalabb is, még aki idősebb is. Jó, aki idősebb, az szeretne belőle néhányat letitkolni, de nem most, a reális évben, amikor születtél, mindenki vállalja fel a sajátját, és akkor megtudhatja, ki lenne a párja, vagy a legjobb barátja a Seventeen nevű bandából. Én nem is húzom tovább a szót, lássuk is, hogy ki kit kapott, kinek ki jött ki. Az eredmény után ne felejtsétek el azt megírni kommentben, és írjátok meg, hogy elégedettek vagytok-e vele, vagy pedig sem. Na lássuk az eredményt. Aki 2018 és 2009 között született, azoknak Dino lenne a párja. Akik 2008-ban születtek, azoknak Vernon. Akik 2007-ben születtek, azoknak Sungkwan. Akik 2006-ban születtek, azoknak D8. Akik 2005-ösök, azoknak Mingyu. Akik 2004-esek, azoknak DK. A 2003-asaknak Wozi lenne a párja, a 2002-eseknek Wonwo, 2001-esek Hoshi, 2000-esek Jun, 99-esek Joshua, 98-asok Jonghan, és végül, de nem utolsó sorban, akik 2007-ben vagy annál régebben születtek, azoknak S-Cups. Nos, nektek ki jött ki, mint ahogy azt mondtam, írjátok meg kommentben, és írjátok meg, hogy el tudnátok-e képzelni magatokat azzal a bizonyos személlyel, aki ki jött nektek. Továbbá írjatok még azt is majd meg kommentbe, hogy milyen bandából szeretnétek még látni kvízeket esetleg, és akkor amilyen gyorsan csak tudom, elhozom majd nektek. Köszönöm, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, legyetek nagyon jók adminkák, hallgassatok minél több K-popot, és elalvás előtt dobjatok jó étpuszit biászaitoknak. Sziasztok!